Nagyon sokan úgy értékelték a tegnapi nap eseményeit, hogy megtört az ellenzéki egység. Egyszerre bojkottot és igen szavazatot ígérnek a Fidesz új törvényjavaslatára, amely ugye a pedofil ellenes törvényjavaslatba csomagolná azt a kitételt, ami a meleg párokra, illetve annak a népszerűsítésére, az azonos neműeknek a népszerűsítésére, nek a tilalmára vonatkozik. Ugye azért lesz, aki nem mel is fog szavazni, az én leszek. És engem mélységesen megdöbbent, hogy egyáltalán ilyen törvény a parlament elé kerül, és az is, amit az ellenzékkel reagál bármilyen ágon. Én nem tudom, hogy lehet megszavazni olyan törvényt, ami a magyar nép bármely részét megbélyegzi bármilyen ágon, és azt sem tudom igazából értelmezni, hogy ez ügyben, hogy annak mi értelme van, hogy nem jönnek be, és nem mondják meg, hogy ezt a törvényt nem szavazom meg. Ja, a DK kivonul, a Jobbik igennel szavaz. Igen, és van, akik... És ha vannak önök a Függetlenek hatházi... Nem mennek be, vagy bojkottálják. Igen, hatházi ágok, nem jönnek be. Igen, ezt én őszintén szóval nem tudom, tehát ebben az országban, bár a föld bármelyik országában is ezt mondanám, de ebben az országban, ahol az ilyen törvényeknek nagyon-nagyon csúnya végük lett, amikor ez elkezdődött. Én nem tudom, hogy itt hogy lehet erre. Elítéli a Jobbiknak azt a döntését, hogy igennel szavaz? Én demokratának gondolom magamat, hogy nem tudok elítélni senkit, de egyszerűen nem tudom értelmezni, hogyha én valamilyen törvényt nem akarok megszavazni, mert nem értek vele egyet, akkor én azt nem szavazom meg. Egyébként ez nagyjából olyan, mint az egészségügyi törvény, amit az ellenzék egyébként szintén megszavazott rajtam kívül, hogy ott is, hogy az orvosoknak a bérét megemelték, az ápolókét nem. És akkor, bár nem értettek egyet vele, de mégis megszavazták, mert voltak benne jó dolgok is. Ehhez képest ugye egy világjárvány közepén 5000 ember elhagyta a magyar egészségügyet. Ugye mi azóta is mondjuk, hogy vonják vissza ezt a törvényt. Én nem tudom, tehát én azért vagyok bent a parlamentben, meg azért gondolom politizálni, hogy olyat szavazzak, amiről azt gondolom, hogy helyes. Ugye Magyarországon ugye szociális válság van, tehát ugye ami... Azt azért is alakultunk, hogy ennek véget vessünk, és hogy azért küzdünk, és azért is gyűjtünk aláírásokat, hogy 250 000 legyen a minimálbér. Nyilvánvalóan így akkor az ápolók és a tanárok sem keresettek ennél kevesebbet, ugye nettóba. Uh-huh. Egészen hihetetlen, hogy ilyen munkakörökben sokan, rengetegen, 100 000 keresnek jóval 200 000 forint alatt, ez fölháborító. Én azt gondolom, hogy főleg azért, mert elképesztően nagy a hivatásulat ezekben az emberekben. Ennek nem szabad, hogy visszaéljünk, nekünk ki kell harcolni, hogy ezeknek az embereknek jobb legyen a bérük, és ezért kell küzdeni, és hát persze a munkakörülményeik is. De én azt gondolom, hogy addig, amíg ezek az emberek 2-3 munkahelyen kell, hogy dolgozzanak, az, hogy egy bért kapjanak, addig a munkakörülmények azok... Reakció erre, bocsánat, hogy május 1-én indult ez az aláírásgyűjtés, hol tartanak most? Most már több mint 35 000, most már egy 40 000 környékén tart a mi aláírásgyűjtésünk is. Nem, ez egy friss hír. Magánkézbe adnák ugye a strádáknak egy részét, erről ugye tegnap óta hallhattunk, pénzhiánnyal indokolja a kormány ezt a koncesziós ötletet, javaslatot. 35 évről van szó, körülbelül olyan 2000 kilométernyi úthálózatról, aminek a jelentős része ugye autópálya, a másik része pedig ilyen gyorsforgalmi útszakasz. Önök szerint egyébként ez megvalósul-e, és hogyha igen, akkor ezt elfogadható érvelésnek tartják-e, hogy koncesszióba adjanak 35 évre ennyi úthálózatot Magyarországon? Én nagyon remélem, hogy nem fog megvalósulni, ugye ez egy újabb tipikus kiszervezés a állami vagyonnak. Ráadásul nyilvánvaló, hogy majd itt megint valami haverhoz fog kerülni ez az egészen elképesztően nagy üzletág, és megint az adófizetők pénzét gyakorlatilag el fogják lopni autópálya karbantartás címén, vagy adnak egy jelentős részét, szerintem ez tűrhetetlen, és tényleg én nagyon remélem, hogy most már ennek minél hamarabb vége szakad, mi legalábbis ezért küzdünk. Miért nem veszik figyelembe egyébként Orbán Viktornak a bejelentését, hogy ő pedig a 200 000 forintot szeretné mindenféleképpen elérni, mert lehet, hogy az egyébként reálisabb. Hát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak az az álláspontja, hogy Magyarországon ma 250 000 forint nettó fizetésből lehet megérni. Orbán Viktor egyébként nem fejtette ki, hogy ő mire gondol, 200 000 forint nettóra vagy bruttóra, mi természetesen nettóra gondolunk. És mi ezért küzdünk, és azért egyébként, hogy nem csak ezért, hanem azért, hogy legyen havonta a nyugdíjasoknak 50 000 forinttal több jusson.
mert hát egész egyszerűen ők is elképesztő helyzetben vannak. Tehát ugye nekünk nem csak ez a számunk van, hanem még ezen kívül egy egész programunk, amit ugye igen szocializmus néven itten forgalmazunk és küzdünk is érte. Úgyhogy hát ezért is fogok elindulni majd igen, a mai napon egy országos országjárásra, gyalogországjárásra. Nem kérdezik meg, csak egy nagyon gyors válaszra van sajnos, hogy nem kérdezik meg, hogy értem, hogy itt van képviselő úr, de miért nem lépnek be akkor az ellenzéki oldalhoz? Mi ugye ellenzékek vagyunk, nyilván a Orbán Fidesz ellenzéke, és egyébként a kapitalista rendszert sem nagyon szeretjük, és ezt a fogyasztói társadalmat sem. Mi 2020-ban többször jeleztük az ellenzéknek, hogy mi szívesen együttműködünk. A feltételekben nem tudjuk érkezni. Hát nem nagyon érkezett válasz, úgyhogy mi azt látjuk, hogy most itt a 6 vagy 7 vagy 8 szervezet közül talán október végére kialakul, hogy ki lesz a miniszterelnök jelöltjük. Nekünk ugye van Szanyi Tibor személye miniszterelnök jelöltünknek, programunk is, és utána talán meg tudunk állapodni.